Vučić a jelölt. Ez volt az egyetlen racionális és logikus döntés. Üdvözölte a szerb haladó párt szavazásának eredményét Ivica Dačić. A szerbiai szocialista párt vezetője és jelenlegi külügyminiszter szerint Alekszandar Vučić személye garantálja Szerbia számára a politikai stabilitást az elkövetkező időszakban. Ennek kapcsán a szocialisták szerdán tartanak elnökségi ülést. A szerbiai szocialista párt és az Egységes Szerbia támogatja Vučićot, mint közös államfőjelöltet, jelentette ki Dragan Marković Palma, az Egységes Szerbia vezetője. Palma azt is elmondta, hogy korábban Dačićjal már beszéltek arról, hogy ha Vučić nem jelölteti magát, akkor Dačićot kell jelölni. Ha ő sem indul, akkor Palma száll ringbe az elnöki posztért. Így viszont mindketten támogatják a legjobb jelöltet, fogalmazott az Egységes Szerbia elnöke. Vučićjal az élén Szerbiának van mit remélnie, jelentette ki Alekszandar Vulin, a szocialista mozgalom vezetője, a szerb haladó párt koalíciós partnere. Vulin szerint Alekszandar Vučić jelenlegi miniszterelnök a stabilitás és a nemzeti érdekek garanciája. Vučić az az ember, akit Szerbia arra választott ki, hogy a következő legyen, tette hozzá a politikus. Vučić győzelme fontos Szerbia európai integrációjának folytatása és a reformok szempontjából is, nyilatkozta Rasim Ljajić. A szerbiai szociáldemokrata párt vezetője kijelentette, pártja támogatja a jelenlegi kormány indulását közös államfőjelöltként az áprilisban tartandó elnökválasztáson. Ljajić elmondta, Alekszandar Vučić jelölése azért is logikus és politikai szempontból racionális, mert ez az egyedüli esély arra, hogy már az első körben eldőljön, ki lesz az új szerb államfő.